Sziasztok, szerencsevadász vagyok! Sziasztok, én pedig Flyferi! És keressük Magyarország legszerencsésebb települését, még 84. rész, Sárvár! Sárvárra fogunk látogatni, Banda Haribó Peti jó voltából. Ezt még tőle kaptuk, egy nagyon nagy csomag egyik részeként. És most a nagy adagból ez lesz az utolsó. Tehát kaszinókaparás Sárvárról 6000 forint értékben. Sárvárról úgy tudom még nem kapartunk. Nem volt. És ez tök buli, hogy Péter kitalálta azt, hogy járja az országot, és akkor mindenhol megöszi a sorsjegyeket, amerre kirándul. Összeköti és nekünk elküldi, méghozzá jótékony célra. Igen. A nyeremények Danikának lesznek elküldve, eljuttatva, és remélem, hogy lesznek is szép nagy nyeremények. A sorszámaink, azok ilyen egymás után következőek. 46, 47, 48. Wow. Szépen egymás után itt sorakoznak, és reméljük, hogy nyerő is lesz közte, vagy esetleg nagy nyeremény. Na, az nagyon jó lenne. Melyikkel kezdjünk? Most kezdjünk 48, amit azt menjünk visszafelé. 48. Csillagos maradjon a végére. Oké. Okay. A kaszinó sorsjegy. Szépen kinyitható sorsjegy. Van benne keményen 10 különböző játék, ami nagyon jó dolog. Szerintem, legalább el lehet vele játszani. Ezért az egyik nagy kedvenc sorsjegyem. Kicsit rontottak sajnos a nyereménytáblán, de ez még a régi fajtából való, szóval ez még a jobbik nyereménytáblás. A főnyeremény akár 75 millió is lehet, és hogyha a főnyereményt nyernénk, akkor meg egy igazságos osztozkodással szintén sok-sok millió jutna Danikának is. Na, nézzük meg a... Az egyes játékon a mi kártyánk legyen már nagyobb, mint az osztójé. Hetes, király. Ezt nem mi nyertük. Ötös, hatos. Ez följebb kellett volna. Három, négy. Na, éppen hogy csak. A kettes játékon nagyon jó lenne, hogyha két egyforma szimbólumunk lenne, mert az 5000-et ér. Patkó. És egy ilyen arany rúgjön, hát ezek nem egyformák. Viszont akkor nézzük meg a rulettet. Pörgessük ki ezt a fenekereket. És megtesszük amúgy a 4-est, a 18-ast, illetve a 31-est. Na, nézzük. Egyezés kell. 27, hát olyan nem nincs. 1-es a vége. 3-assal kezdődik-e? Nem, 11. Ez nem néz ki jól, 26. És 21, és a 31 kimaradt az egyes végűekből. Hát ennyi benye. Nézzük a következőt. Szeretnék kérni 3 egyforma figurás lapot, dáma, 7, jumbo, gyere jumbo, bubi, 4. 5-ös játékon egyformákat kell dobálózni. Az oszlopokban aranyoszlop 5, 2, 1, 6, jaj, kérelek, ki, nem tudom mi van alatt, alig, és egy 4-es. 4, 1, 5, 3, és egy 6-os. Fehér oszlop. 6, 3, 2, 1, és egy 5-ös, nem voltak egyformáink. Félkarú, rab, ló. Itt szeretnék egy sorban, oszlopban vagy átlóban 3 egyforma szimbólumot találni. 7-es citrom és egy szöllő. Cseresznye és szöllő. A szöllő jó lehet ott középen. Itt egy bárban, egy harang és egy harang. Szóval szőlő. És a szőlő az 10 000-re ér, szóval jaj. Gyere, szőlő. Patkó. 7-es játékon 7-et vagy 11-et kell két kockával dobni, és az 5-nél két esélyünk van. Jó a 2-es, jó a 6-os. A 3-os nem. 4-es ez viszont jó lenne a 3-as, de most meg 5-öst ad. A 8-as játékon a nyert szóbetűi. Rá van szükségünk, és egy R betűvel bekezdünk, meg már lekaparom az asztalt is mindjárt, RT. Tényleg nehezen jön egy kicsit, és ott egy I betű, hát mit ízik ide?
Y és egy E. Csak az az I betű az, ami nem N. Ászkeresés. Gyere ász. Ász talál, kamu ász. Király. 2 és 9. Hát az a 4-es, az miért nem tud ász lenni ilyenkor? Király. Vagy miért nem királykeresés, mi? 10, 7, 8, kevés. Nincs ász. Dáma, 9-es, király, és 3-os király a jó játékban. Igen. Ha, az lenne a cél. 3 egyforma összeg. Ez is kijöhetne esetleg. 10 millió. Az meg főleg kijöhetne. 2000. 2000. Na jó, gyere, 2000. 2000 is jó lenne, csak hogy jöjjön. 1 millió. 40 ezer, gyere 2000, gyere 2000, 100 ezer. Sajnos nem nyerő sorsügyünk van. De van még 2 másik. Na, hol vannak a betűk? A betűkkel lehet ellenőrizni, hogy nem elnéztünk valamit. Az egyforma betűk azok mindig megmutatják, hogy nyerő-e a sorsügy vagy nem. És itt egy rohadt betűt nem találok egyenlőre, és amúgy is jó nehéz lett parni ezt a sort, ugye valamiért. Na, ott egy P betű, meg egy O, vagy D, vagy valami, meg az akartam egy kicsit. Közül. Ja, de biztosan különböző, 47. És nem annyira semmi. 47-es. 10-es játékkal visszafelé? Simán. Jó, legyen visszafelé. Előre, hátra, előre, ezt játsszuk most. 20 000. 10 millió és 7000, 10 000, 20 000, na és 5000, nem lett 3 egyformánk. 2, 3, 7, 10, jumbo, 10, dáma, 6, jumbo, 6, király, nincs ász. Ez is egy 9-es. Óvatosan nyitom, hát, ha majd meghozta a szerencsét. Gyere, nyert! A T betű jó, az M is jó, az O meg nem. R, E, egy hiba. Hetet, 11-et, valami jót lássunk. 5 meg, meg 5 az 10. Ajaj. 2, na, köszi. Kiment az 5-ös, meg 1. Akkor szőlő, patkó, citrom, szőlő, 7-es, bár, cseresznye, cseresznye, és egy citrom, nem jött be. 5-ös játék. 5, 2, 3, 4 és 6. 5, 1, 6, 3, és 4. Aranyoszlop. 2, 6, 1, 5, és 3. Nincs egyezésünk. Ó, de izgalmas volt ez az 5-ös játék. Igen. Jumbo, dáma, jumbo. Király, gyere Jumbo, bubi, bubi, nincs bubi, dáma van. Két pár meg nem fizet. Elég baj az. Hát nagy baj. 28-ast, 29-est és 13-ast kéne kipörgetni a ruletten, valamelyiket legalábbis nagyon. 35, nincs olyanunk. 27, aki berakja mellé. Na, 28. Gyere, 28. No, jó, hol a 2-es? Hello. Hát ez így. Ez parasztodik. Meg 17. Hát ez baj. Van nekünk egy úszógumink. Vagy zsarom. És egy aranylód. Hát akkor az 1-es játék. 1-es játékon. Há, a 2-es. Nincs kisebb lap, ez hiba így. De kijött a 3-os is mellé, ez a biztos. Nagyon jó. 5, 4, 4, 4, 4, helyett király. Jumbo. Hóha. Hóha. Ó, oh, francba, az ázba. Már azt hittem, hogy megvan. Na. Van még egy.
a betűk bujkálnak továbbra is. A egyes. Egyesével jött elő. Nem gondoltál még rá, hogy stand-up-olj. Hát sose volt én. Ott vannak. Y meg egy D. D. Ó. Nem tudom eldönteni, hogy ez D. Szerintem D egyet. Nagyon egyenes a bal oldala. Figyelj csak, legyen ez a sztár, ha már csillagos, jó? Legyen. Nyerjen valami rohadt nagyot. A 46-os számot én nagyon szeretem. Szóval 0-46. Csillagozok. 6 kontra dáma. 4 kontra 5. 2-7. Jöhet a következő. Úszógumi és serif csillag. Lekaparom a végét. 100 000, 20 000 és 4 000. 4 000, 5 000 és 40 000. Miért van ott egyel több nulla? Most akkor kinyitjuk és lekaparjuk a közepét. Jó. És ezt hagyom a legvégére, a 9-es játékot, ma ott lesz az ász. Azt mondod? Azt. Vagy az ász. Ász, legyen. 3, 1, 5, 4, 6. Nem egyforma. 2, 4, 6, 8, 10. Ja nem, 1 és 5. De akkor se egyező. 5, 3, 2, 1 és 6. Nem volt egyezés. A 6-os játékon van nekünk egy citromunk, egy harangunk, meg még egy harangunk. A biztonság kedvén az nagyon nem jó. Cseresztni cseresztni se jó. Basszus. Ne, ki is lőtte az egészet. Hát igen, citrombár, 7-es és 7-es. Nagyon szép, rengetegből 2 volt, csak esélyt nem adott arra, hogy nyerjünk is. 4-es játékot nézzük meg. 4, 3, ász, gyere ász, 15 000 ér, dáma. Érj, kutya. Na most már olyanok jönnek, amikor azért néha nyerni is szoktunk. Nyert szó. Ezzel most nem fogunk. V-E, Y, U, és I. Van benne jó betű is. Hát ez most kávé úgy jött ki. Nézzük, hogy dobunk-e 7-et, vagy 11-et. 6, kölytessé! De most ezt nézzük meg. Ott ez is 6, hoppá! Na nézzük. Na nézzük, kétszer két esélyünk van. Szeretnék ide látni egy 1-est, vagy egy 5-öst. 2-est, akkor ide az 1 vagy 5. Ott van. Ott van, yes. Yes, nyerő! Okay. Na, hát akkor a csillagos sárvár. Ő a sztár. Tuti, hogy sztár lett. És tuti, hogy nem nullázni fog sárvár. Igen, és van még játék, ugye még? Van bizony, hozzá. Van bizony. Nyerjünk is. 12, 20 és 34. 18. Hát az ember. 6. 5. És 30. Miért nem 20? És akkor jön az ász. De úgy gondoltam, hogy ászunk az lesz. 3. Hát van, csak nem ezen a játékon eddig. 10. Jumbo. És 9. 2 is, mi? Kamu ász. Basztus. Na, ez... Innen oldalról, ahogy kaparod, egyértelműen ásznak néz ki. 10. 9. És Jumbo. Dáma. Utálom a 4-es. Rohadjunk. 8. 6. És még egy kamu ász. Csak mert utálod. Igen. Na, de nyersz. Itt vannak ászok. Ja, csak ott nem számít így, hogy csak 2 van. Viszont nyerő a sorsjegyünk, mert 6-os 1-es. És vajon mennyi az annyi? Vajon mennyi az annyi, ami jótékony célra megy? 4 000! Teljesen jó. Az kellemes. Szuper! Akkor így utolsó pillanatra egy 4 000-es nyereménnyel azért ki tudunk egyezni. Még akkor is, ha 6 000-ből jött. Z betű. Z-z-z. Egy Z. Az ízencsük ide a másikat. 9-es. Na, hát akkor Sárvár 4000 forinttal feliratkozott itt a kis versenybe. Péternek pedig nagyon szépen köszönjük a jó szívűségét.
Reméljük, a sors ezt meg fogja hálálni, és szép nagyokat fog nyerni, illetve mindenkinek, aki ezt a jótékonysági akciót támogatja, és minden kedves nézőnek, aki nézi. Drukkolunk, hogy nagyokat nyerjetek, iratkozzatok fel, legyen szerencsénk, sziasztok! Sziasztok.